díszpolgári cím posztumusz kitüntetésben részesül Fejes Endre. A Kossuth és József Attila díjas író 1923-ban született Józsefvárosban, és itt is nőtt fel. A Rákóczi úti Marika Espresszóban született sok felejthetetlen írása, melyekben hamisítatlan józsefvárosi arcok, karakterek tűnnek fel. Leghíresebb regénye a Rozsdatemető, amellyel 1962-ben, megjelenése évében egy csapásra híressé vált. A 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, több műve színpadra is került. Munkásságáért rengeteg elismerést kapott, többek között 1963-ban József Attila, 1975-ben Kossuth, 1992-ben pedig Nagy Lajos díjat. 1994-ben Józsefváros becsületkeresztjével tüntették ki, 1999-ben Pro Urbe Budapest díjat kapott. 2003-ban írói életműve elismeréseként Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesült.